Lőnéd a fejét, de nem adja be. Az összes skillt félre nyomod. Mindent megteszel, de mégsem jön össze. Nos, próbáltál már rendesen ülni a géped előtt? Mint látjátok, ezen a széken nem tudok állítani a háttámlán, így bármennyire is egészséges lenne a gerincemnek az állítása, ez nem kivitelezhető, emiatt sokszor veszem észre, hogy hátra dőlök, majd pedig elkezdek egyre jobban lecsúszni és belegörbülni a székbe. Amennyiben nincs más opciónk, használjunk párnákat a hátunk mögé téve, de van másik opció is, és itt jön képbe a személyre szabhatósága különböző székeknek. Itt a háttámlát addig állítsuk előre, ameddig nem érezzük, hogy a gerincünk kiegyenesedik, és sem a nyakunkat, sem a fejünket nem kell hátra tolni ahhoz, hogy a fejtámla segítsen. Emellett próbáljuk olyan magasságba állítani a kéztámlákat, hogy az asztal szíre ne vágja a csuklónkat. Ha így játszol, max azt éled el, hogy a megfelelő vérkeringést a kezedben akadályozod. Rövid távon szar leszel a játékokban, hosszú távon viszont ez lesz a legkisebb gondod. Emellett érdemes néha pozíciót váltanunk a székben, vagy lábtámaszt használni. A monitort próbáljuk annyira megemelni, hogy a közepe szemmagasságba kerüljön. Ezt megoldhatjuk úgy, hogy dobozt teszünk alá, de asztalra szerelhető monitortartóval is.